Május 7-én kezdődött a Fireblade több nemzeti helikopter harcászati gyakorlat, mely a honvédségünk forgószárnyasai mellett Ausztria, Belgium, Szlovákia és Szlovénia haderejének helikopterei vesznek részt, és több európai ország, köztük Franciaország és Olaszország is delegál megfigyelőket. Összesen 20 helikopter, 5 repülőgép és 1000 közreműködő. Ezek a gyakorlat főszámai. Hazánk 2012-ben csatlakozott a helikopter gyakorlatok programhoz, ezzel egy időben Magyarország vállalta a Blade gyakorlatok befogadását, a mostani Fireblade a 2017-es után a második alkalom. A gyakorlat célja, hogy lehetőséget teremtsen a résztvevő nemzetek helikopter személyzetei, valamint más légi és szárazföldi egységek közötti együttműködésre, közös harcászati műveletek végrehajtására. Mindezt pedig valósághű és kihívást teremtő környezetben, gyors döntéshozatalt megkövetelő szituációk keretében, nappal és éjszaka egyaránt. A komplex légiműveletek megtervezésében az Európai Védelmi Ügynökség kiképzői nyújtanak támogatást. A gyakorlat lehetőséget ad éres lövészetre és légiroham kiképzésre is. Fontos kiképzési cél, hogy a helikopter személyzetek legyenek képesek több nemzeti kötelékben támogatni a szárazföldi csapatok harcát hagyományos és városi környezetben is, akár élőerő és felszerelés harc térre szállításával, a fedélzetről való kijuttatással és tűztámogatással. Az újdörögdi kiképzőbázison a Romvárosban tartott sajtónyilvános szimuláció során először felderítőket tettek földre a helikopterek, majd két Gripen semmisítette meg az ellenséges erők légvédelmét. Ezután a forgószárnyasok körgyűrűvel biztosították, hogy az ellenséges erők ne tudjanak kitörni. Mindenki benne van a tervezésben, tehát az összes résztvevő gépszemélyzet, ugye mindenki megkapja külön feladatát, van, aki az útvonalat tervezi, van, aki azt, hogy a szárazföldiek melyik gépbe, szárazföldi erők melyik gépbe és hol szálljanak be, vagy akár azt, hogy magán a célterületen milyen manővereket hajtanak végre. Ezután következett az objektumok elleni művelet és a túszok kiszabadítása, végül a maradék ellenállás felszámolása. A látványos szimulációban részt vett a terror elhárítási központ is. Ez az első alkalom, amikor a H-105M, a haderőfejlesztési programnak az első fecskéje ilyen mély vízbe lett dobva, mind a helikopter, mind a gépszemélyzetek, és azt kell mondjam, hogy elég jól teljesítenek, büszke vagyok rájuk.